Ott van a Piha Beach. Oda megyek le. Megálltam egy pillanatra. Elnöröztem a kereket is. Nagyon ereszt. Remélem kibírja. Ó, de gyönyörű. Szépen akkor sikerült lejönnöm ide a Piha Beach-re. Így néz ki. Csak egy panorámát. Jó, mi? Hoppá, hoppá. Itt a víz. Benne vagyok. Hűvös, hűvös. Bátrabbak ott szörföznek. Jó nagy hullámok vannak. Még sétafikálok egyet. Mint egy festmény. Hoppá, hoppá, de fel lehet menni a hegytetőre. Csak sötét van most nagyon. De jó. Mint a folyó lenne. Belemegy a Tasmán tenger van itt. Kezdjük. Úgy hívják ezt a sziklát, hogy Piha Lion Rock. A félúton ilyen a kilátás. Még fölfele lehet menni. Másik oldalt is el lehet menni még egy-két méter. A tábla, hogy tovább ne menjek, mert veszélyes. Hát ha azt írják, akkor biztos az. Úgyhogy most megálltam. Még annyi lett volna. De föl, de jobb félni. És a másik oldalt. A kill átás. Van egy csoport szörföző. Jó, fekete. Vulkánikus. Na most már rájöttem, hogy miért hívják a autókölcsönző céget, ahonnan szedtem ezt a tragacsot Lucky rendkárnak. Mert szerencse kell hozzá, hogy épségben visszajussak hozzájuk. Tragédia. Na, eljöttem a beachről, és akkor most ide jöttem a Piha Nemzeti Parkhoz. És itt lehet járkálni az erdőbe. Nézzem a kite-kite vízesést. Ez meg egy fának a törzse. Hoppa, hoppa. Az igen. Jó nagy fa lehetett ez.
zenélnek a kis bogarak. Hú, most már azért kezdek fáradni. Most már hazamennék. Főleg azért, mert erre 20-25 perc múlva fogok odaérni. Ha nem esek addig össze. Nem tudom magamat kipihenni, az a baj. Éjszaka nem tudok aludni. Egyszerűen nem képes a szervezetem a 12 órás váltásra. Ez az ösvény. Szarul néz ki, de dzsungelbe lennék. Na várjál már, be kell fújnom ezzel a sprayvel a bakancsomat, hogy tovább tudjak menni. Esküdj! Ez kemény. De királyon néz ki. Nagyon király. Nem is gondoltam volna. Hát én nem fogok odaérni 25 perc alatt, ha minden fánál megállok. Hát ez valami elképesztő. Amazing. Egy korhat fa, és ránélt a zinda. Körben ütte a fát. Mik vannak? Beautiful. Megyek. Akkor kicsit balra nézek, és ezt látom. Assza! Kitek! Vízesés. Ja, sokkal jobban tetszik, mint Oakland. Ki ne essen a kezembe a telefon. Hi. És most ezen kéne átmenni. Kész Indiana Jones túra. Wow. Az igen. Megcsinálom. Fogom meg. Fogom erősen. El ne vigyen a szobrát. És megcsináltam!
Ha-ha-ha-ha-ha! Ez most komoly. Hát mindjárt összeesek, de én ugye csak feljöttem a tazmániai kilátóba, még 210 méter fölfelé. Vavavú! És a Tasman tenger. Azt tapasztal. Csak ott vannak len, aztán őrjöngenek. Na és ugye az az oroszlán sziget, vagy hegy. És tényleg olyan, hogyha nagyon-nagyon-nagyon bele akarjuk képzelni, akkor elő van a két mancsa, a feje, meg hátul van ugye a két lába, ahogy lenni szokott az oroszlánnál, és akkor fekszik. Ugye? De lehet, hogy előtte el kéne szívni pár füvet. Hulla vagyok. Nem adom fel, míg egy darabban látsz. Nem adom fel, míg életben találsz. Nem adom fel, még nem robbanok szét, míg akad egy kerék. Mi tovább? Tovább. És még egy kilátásból. A Tasman tenger. Rendről is meg kell nézni. Ez ígéretesen néz ki. És akkor megint egy kis oroszlán. Megint körbenjünk egyet. Ringat a víz, hidd el, ó kedves, mindenhol nedves, ringat a víz. Bababú! Délelőtt még nem tudtam volna itt közlekedni, mert tele volt itt ugye tengervízzel, csak most apály lett. Aztán most sétafikálok. Csak óvatosan, mert az itt is ott is jön a víz. Figyelni kell. Figyelszem. Volt a víz, itt megmaradt a kocsolya.
Hopp, ezt átléptük. És ott alig. Párát is lehet látni. Közben meg a kagylók, kis kagylók, ugye, ezek minden feketék, meg várják, hogy visszajöjjön a víz. Várják a dogájt. Na, csak megérkeztem. Bár a autógumi az leeresztett, a telefonom kikapcsolódott, azt sem tudtam, hogy fogok visszatalálni. Ja, de és ja, bementem egy boltba, mondom, akkor veszek magamnak tojást, végre tudjak enni valami normális kaját is. Reggelizni, mert itt szar sem adnak. Vettem 12 darab tojást, mert csak úgy adják tojástartóban, meg vettem egy 2 deci olajat. Hallott? 2200. Pillanatra azért meg kellett állnom. Nagy levegő, és tovább megyünk.